Egy sci-fi díszletére, vagy egy vidám park legújabb játékára hasonlít Amerika legújabb, legmodernebb űrkapszulájának belső tere. Egyszerű, elegáns, mégis korszakváltást hozhat az űrrepülésben. Ez lett ugyanis az első újrahasznosítható űrhajó, amelyet egymás után többször, akár tízszer is használhatnak. Bánnaki Stella összeállítása. Hét ülés, megerősített hőpajzsok, lábak a szárazföldi landoláshoz, akár a Marson is, egy helikopter pontosságával. Ez maga a jövő. Becenevén a Dragon V2 űrkapszula, amely a fejlesztő SpaceX szerint forradalmasítani fogja az űrrepülést. Pedig ránézésre inkább filmdíszletnek tűnik. Letisztult, elegáns dizájn. Arany és fehér vonalak, vékony képernyők. Ráadásul ez az űreszköz akár tízszer is használható, a nemzetközi űrállomáshoz pedig akár kézirányítással, akár automatikusan is csatlakoztatható. Hosszú távon mindenképpen szeretnénk eljutni odáig, hogy évente több száz űrrepülést hajtsunk végre, miközben van egy-egy állandó bázisunk a Holdon és a Marson. Több bolygós faj akarunk lenni egy igazi űrcivilizációban. Ezt mondta Elon Musk, az igazi vasemberként emlegetett milliárdos vállalkozó, a SpaceX vezérigazgatója, akit a PayPal alapítójaként ismert meg a világ, újabban pedig a Tesla luxus villanyautók gyártójaként szerepel a hírekben. A vasember az oroszoknak is üzent. A NASA ugyanis jelenleg orosz űrhajókat kénytelen igénybe venni ahhoz, hogy feljuttathassa asztronautáit az űrállomásra. Az amerikai űrhajózási hivatal eddig is támogatta az űrfejlesztéseken dolgozó magáncégeket, de ez még fontosabb lett, amióta az Egyesült Államok és Oroszország között fokozódik a feszültség. A SpaceX eddig csak teherűrhajót gyártott. Ez az első, amelyet emberek szállítására terveztek. Az új Dragon a jövő év végén indulhat első útjára, akkor még üresen. 2016-tól viszont már legénységet is kaphat.